Milyen étellel készültök erre a mostani 10. kecske köröm ünnepre? Hát édesanyámmal birkát főzünk. Hagyományos birkapörkölt. Mitől különleges szerinted egy birkapörkölt? Mi kell ahhoz, hogy igazán jó legyen? Hát friss hús. Hát meg lehet, hogy ez is, hogy egy kicsit családban van, aki adta. Más nem. Mitől jó szerinted ez, hiszen ez már a 10. kecskeköröm ünnep, és ti minden egyes kecskeköröm ünnepen főztetek eddig. Mitől jó ez a rendezvény szerinted? Hát ez a családias hangulat. Nincs sok ember, de aki itt van, az jó szívvel jön. Meg szerintem ez a falunak a majálisa, most már én ezt így szoktam mondani. Ez így jó. Falunapnak se rossz. De egyre több az ember, nem? Nagyon ritka az a rendezvény, ami nincs itt, hagynak a polgármestere, de nagyon jó kezekben. Hagyta most a fakanalat, hiszen Bitma János főz Tihany polgármestere helyett. Milyen utasításokkal hagyott itt titeket? Hát helyett azért mindig én is itt szoktam lenni, de csak annyit mondott, hogy ne szerepeljünk rosszabbul, mint tavaly. Tehát ezt azért hozzátett, a hangulat meglegyen, és gondoljunk rá, és fogunk is rá gondolni. Én úgy gondolom, hogy ő is gondol ránk onnan a messze Dániából, de most milyen ételekkel készültetek, hiszen az ő általa főzött számodőhász leves az idén hiányozni fog a palettáról. Mivel az egy kurőzom, azt csak ő csinálhatja, tehát nem is mertünk volna ebbe gondolkodni, hogy az ő levesét megcsináljuk, így egy hagyományos birkapörköttel készülünk. Gratulálok és jó főzést kívánok! Köszönjük szépen! Ez a csapat is hivatalosan tulajdonképpen törzs vendége minden tihanyi főzőversenynek, de most valami elképesztő módon készült a Návai család. Rengetegen indultak, és a ruházat az valami egészen hihetetlen. Hogyan készültek erre? Hát megmondom, hogy ez egy nagyon komoly szervezés keretén belül készült, aminek a főszervezője a Návai Pétert éri a dicséret. Hát nagyon komolyan itt 4-5 csapat állt össze tulajdonképpen, ami baráti csikós társaságunkba. Főzünk kakaspörköltet, pacalpörköltet, rozmaringos kecske, combot, kecskepörköltet, kakaspörköltet mondtam, mindegy, szóval ilyen keményen készültünk, és nem csak a minőségre megyünk az idénre, hanem a látványosságot is próbáltuk egy kicsit, a látványossággal is próbáltuk egy kicsit a színvonalát növelni és hozzájárulni a híres Kecskeméti 10. Kecskekörön fesztivál. Nagyon köszönöm ezt a szervezők nevében is, hiszen én már megcsináltam a magam kis fényképeit, amik nem sokára már kiskerülnek közösségi oldalakra, mert ezt azért el kell, hogy mondjam. Nagyon örülök, hogy ennyire készülök. Mi a titka az igazi finom pörköltnek? A minőségi alapanyag, elsősorban a minőségi alapanyagról szól, de ez egy olyan kérdés, hogy itt már nem is tudom, ez már közhelynek számít, hogy tulajdonképpen só, hús, paprika, előkészítés, tisztaság, só, paprika, ugye minden paprika jó. És hát az a lélek, amit belefőz az egész Návai család, hiszen a készülődés az látszik. És a szívünk itt van, tessék egy picit, hogyha rászabad egy kattintást. Robikám, engedd meg, hogy a fény oda kerüljön egy picit bele abba a bográcsba, mutasd. Igen, csodálatos, igen, tessék rá pillantani. Ez a titka az egésznek, a szív, a lelkesedés és a hozzáértés természetesen. Nagyon köszönjük ezt a lelkesedést, és hát reméljük, hogy a további 10 kecskeköröm ünnepen is így köszönhetjük a Návai családot. Köszönjük a megkeresést. Köszönjük szépen. Mondja főnök azt. Igen. Hogy tudtad azt most megoldani, hogy itt vagy és nem odafent az éttermedbe? Hogy tudtam megoldani? Vannak nekem olyan barátaim, akik mikor én nem érek rá, akkor főznek helyettem. Úgyhogy azok ellátják azt a munkát, amit nekem kéne ellátnom. Mivel készültél most, keszek? Kérlek szépen, Borisz András barátommal kakaspörköltet főzünk. Egy kis túrós csúszával, ahogy annak idején a romák ették. Úgyhogy az lesz, kakas. Majdnem olyan finom lesz, mint amit odafent az éttermedbe lehet kóstolni, vagy annál finomabb? Hát, én azt gondolom, én egy ízt tudok főzni, úgyhogy biztos, hogy finom lesz. Örülünk, hogy itt vagy a rendezvényen, és örülünk, hogy végre meg tudtad ezt engedni magadnak, hogy eljöhessél, és nem oda bent főzöl a konyhádon majd holnap. Jó, jó munkát kívánok neked! Nagyon érdekes csapatnevet választottad, mondd már meg a Tihany TV nézőinek, hogy milyen csapatnével indultatok. Tihanyi Bogrács Klub. Ki
ki találta ki, kiválasztotta ki ezt a nevet? Hát ezt így kollektív döntöttük el. Most egyelőre egyedül vagyok itt, de a többiek is jönnek, csak még összeszedik magukat. Tavaly egy érdekesebb nevet választottunk, aztán gondoltunk, most egy kicsit autentikusabbal indítunk. Reméljük, hogy ez egy kicsit elősegíti a zsűrizést. Milyen pörkölttel készültek? Marhával szokás szerint. Most egy hagyományosabb receptet választottunk. Tavaly évben egy kicsit egzotikusabbal. Volt benne egy kis étcsokoládé, és nem volt benne pirospap. Ezt a zsűri imádni szokta, igen. Idén a hagyományos, kicsit olyan pirospaprikás, paradicsomos paprikás, úgy, ahogy azt kell, azt választottuk. Meglátjuk, hogy idén hogy sikerül. Nagyon jó főzőcskézést kívánok, további jó munkát. Köszi. Én tudom, hogy ti messziről érkeztetek, de azért a Tihany TV nézőinek mondjátok meg, hogy honnan jöttetek. Mi az ország minden részéről igazi közösséget formálva őrizzük a hagyományt. A Pongrász Gyula barátunk, helyi, Csofi barátunk Fóti, Jani barátom nincs itt, Devecseri, én pedig Szegedről érkeztem. Közösen az a célunk, hogy az 1800-as években fölélett betyár hagyományt, romantikát, azt tovább öltessük és tovább adjuk. A betyároknak a fölértékelése az a szabadságnak az eszmével volt egyenlő, hiszen ők a külföldi hatalom által magyarokra kényszerített törvények ellen tudtak harcolni, és emiatt igen, elősen képviselték a szegény embereknek az érdekeit is, és nagyon védték őket. Nem először vagytok itt a Kecskekörömű ünnepen, ezek szerint jól éreztétek magatokat ezelőtt. Igen, nagyon jól éreztünk. Egy perc türelmet kérek, mert lejjeg a hús. Egészen nyugodtan. Lehet kavarni. Közben megérkezett Jari barátunk is, és Devecserről, egészen messziről jött. Minden alkalommal jól érezzük magunkat, azért is térünk vissza időről időre, és ugye azt meg kell említeni itt a hagyományérzés kapcsán, hogy Csofi barátunk is, meg Gyula bátyánk is szervezen a környéken lovas túrákat a Hagyaték Lovasőrző Egyesület keretében, amelyről ők tudnak többet mondani. Ők úgy látom nem nagyon akartak nyilatkozni, az előbb engem elküldtek. Oda megyek egy kicsit közelebb, jó? Mi a Hagyaték Lovas Egyesülethez tartozunk, mi országszerte rendezvényeket szervezünk és részt veszünk rajta. Lovas és ló nélkül is, de mi a lovat szeretjük igazán. Ezért lettünk azok. A Balaton szőlősi csapat is majdnem minden tihanyi főzőversenyen itt van, aminek mi nagyon örülünk, és nagyon szépen köszönjük. Most mivel készültek a szőlősiek? Hát először is köszönjük szépen, hogy újra itt lehetünk, mi már tizedik alkalommal, mert mi a legeleje óta, az első Kecskekörön fesztivál óta itt vagyunk. Az idén szarvaspörkölttel készülünk, és reméljük, hogy a jubileumi főzőversenyt azt mi nyerjük meg végre egyszer. Mi a titka a szarvaspörköltnek, hiszen ez egy kicsit más ízesítést kíván, mint egy sima mondjuk marhapörkölt vagy sertét? Hát a legfontosabb a pörkölthöz hozzáadott balatonszőlősi víz, mert hogy ezt otthonról hoztuk természetesen, és hát én úgy gondolom, hogy ez adja meg a mi pörköltünknek a különlegességét, és ettől lesz aranyélmes és elsődíjas a mi főztünk. Nagyon szépen köszönöm azt is, hogy eddig jöttek, és ezután is szeretettel várjuk a szőlősi csapatot. Köszönöm. Köszönjük szépen. Az egy kis rendezvény szervező szívem igazán örül, mert végre ismét itt köszönhetjük Szabó Karcsital az egyik tihanyi rendezvényen. Hűtlen voltál hozzánk az utóbbi időben? Hát nem voltam hűtlen, problémák adódtak, mind ahogy minden családban szokott lenni. Visszatértünk a Pisti barátom, a András öcsémmel, unokaöcsémmel, és hát azt hiszem a tizediket itt vagyunk, egyet hagytunk ki. Hát nagyon imádom Tihanyt, mivel hogy a világörökség része is. Ez is egy nagyon jó nyitó fesztivál a Kecskekörön. Nagyon szeressük még a Levendula fesztivált, de nekem a nagy bulik és a nagy fesztiválok a Garda. Úgyhogy... Reméljük, az idén azon is köszönhetünk téged. Természetesen, együtt a csapattal, úgyhogy mi már... Most mivel készültetek ide a Levendula? Levendula nézve, már előre nézve. Kecskeköröm ünnepre. Hát a Kecskeköröm ünnepre egy birka pörkölttel, hagyományos birka pörkölt, ami ugye mondhassuk, hogy az alföldi birkát főzük, ürű, és ürűből lesz egy palócleves, ami egy világhírű palócleves. Reméljük, hogy az első
Kettőben. És hogy ehhez kell az a finom kalocsai paprika. Hogyne kéne. Hát azt természetesen látni is lehet, még a gombok is abból vannak. Úgyhogy nagyon örülünk a megtisztelésnek, meghívtak bennünket, külön kaptunk meghívást a polgármester úrtól, úgyhogy és mi szeretettel jövünk ide mindig. Ha visszatudnak, vagy visszatudtok jönni, leszünk itt egy 25-en, csak a hölgyek egy kicsit tegnap elfeküdtek és nem ébredtek fel. Végül is ennek a rendezvénynek az a lényege, hogy jól érezzük magunkat. Én nagyon jó szórakozást, jó főzőcskézést kívánok, és örülök, hogy ismét itt vagytok. Köszönöm szépen! Távoli vendéget, de nagyon kedves ismerős köszönhetünk itt. Hogy kerültetek most ide a Tihanyi Kecske Köröm ünnepre? Hát úgy, hogy köszönettel, de kaptunk egy kedves meghívást, aminek eleget tettünk a korábbi szép közös emlékek emlékére, illetve tiszteletére. A Városok Falvak Szövetségének köszönhetően azért elég szépen kivirágzott ez a kis új szállás Tihany barátság. Ez pontosan így van. Büszke vagyok arra, hogy a kisűszállási főnök kórus egyik tagjaként itt lehettem Tihanyba. Vendégül láttak bennünket a apátság kórusa, és mi is vendégül láthattuk őket kisűszálláson. Mit szólsz eddig, milyen a rendezvény, hogy tetszik? Nagyon tetszik, leginkább a borok, a kiváló tihanyi borok, amiből már kóstolhattam néhányat, és bízom benne, hogy ugyanilyen eredményes lesz majd a főzőversenyen való szereplésünk is. És ha már a főzőversenynél tartunk, nézzünk bele abba a bográsbogyót, mi fő? Hát most már meg kell, hogy nevezzük, ugye? Szarvashús fő, erdélyi ízeket szeretnénk felhasználni, különleges vadas ízeket. Reméljük, hogy a zsűrnek is tetszeni fog. Nagyon jó főzőskézést kívánok, és nagyon örülök, hogy itt találkozhattunk ezen a rendezvényen. Köszönöm szépen, én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, és még egyszer köszönöm a meghívást. Vendéglátóként és főzőként is részt veszel most ezen a rendezvényen. Mivel készültetek az idén? Természetesen ismét vadpörköltet főzünk. Most megpróbálunk egy vaddisznó pörkölttel megfelelni a közönség igényeinek. Miben más a vadpörkölt fűszerezése? Van-e ennek valami titka, amit hajlandó vagy kiadni? A titkainkat nem mondjuk el, majd akinek ízlik az, ha komoly kérdést feltesz, akkor elmondom, de a vadpörköltünknek a neve az, hogy vaddisznópörkölt bakonyiasan, ahogy az erdésznél szereti. Valójában két különlegeség van benne, mi egy kicsit tokányosan mangalica szalonnával pirítjuk meg a hagymát, és kerül bele egy kis rókagomba. Most nem Szentgyörgy gomba, hogy az igazgatóasszonynak könnyen legyen kimondani. Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy ismét itt köszönthetlek titeket a főzővel. Úgy gondolom, nem kell bemutatni a mellettem álló hölgyet. Szeretném megkérdezni, hogy hogy érzi magát ezen a rendezvényen? Én nagyon szeretem ezt a rendezvényt, mert hogy nagyon sok kedves vendég van, aki ritkán vetődik el Tihanyba, és nagyon jó velük ilyenkor találkozni. Nem tudom, hogy kire gondol, de úgy gondolom, hogy... Többek között rád. Köszönjük szépen. Lányok, sehol egy lufi, torta, semmi, particsákó, ezért hát milyen születésnap ünnepség ez? Hát ez egy, holnap fogunk igazából ünnepelni, ez egy előünneplés most, hogy főzünk egy jó marapörköltet és közösen megesszük. Hogyan készültetek erre a mostani alkalomra? Hiszen holnap azért eléggé izgalmas nap áll előttünk, hiszen holnap ünneplünk titeket fent a főtéren. Hát nagyon ügyesen készültünk, mert gyakorlás már megvolt, úgyhogy rutinosak vagyunk, ez nekünk majd nem okoz gondot. És hagyjátok a két pasit belekontárkodni a pörköltbe? Kell, hogy valaki vigyázzon rá, hogy nehogy odaégjen. Mi meg felügyeljük, hogy jól csinálják-e. Nagyon jó, és nagyon boldog születésnapot kívánok itt is nektek, meg majd holnap is megünneplünk titeket. Jó főzőcskézést kívánok! Köszi szépen! És sajnos már harmadik alkalommal voltunk kénytelenek megrendezni ezt az emléktornát, hiszen azóta nincs közöttünk Feri bácsi, akire nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy szívvel emlékezik vissza az egész falu. És nagyon szépen köszönöm Marika nének, hogy eljöttél az eredmény hirdetésre. El kell, hogy mondjam, hogy a tájékoztatás, amit kaptam, az a következőképpen szólt. Három csapatos volt a mostani labdarúgó emléktorna. Három csapat indult, a Keddi Foci, az Öregfiúk és Tihany csapata, és
természetesen nagyon szép eredmények születtek, én most nem fogom felsorolni, hogy ki kivel, hogy játszott, végül is a végeredmény a fontos, és visszafele indulunk, hátulról fogjuk hirdetni ezeket az eredményeket. Harmadik helyezést ért el az öreg fiúk csapata, kérek nekik egy nagy tapsot. Marika nénitől lehetetek természetesen. Második helyezést ért el a keddi foci csapata. És az idei Fülöp Ferenc labdarúgó emléktornát a Tihany névre hallgató csapat nyerte meg, akiknek nagyon sok szeretettel gratulálunk, és ezúttal is letolom Horváth Béla barátomat, aki nem hozta el a vándorserleget, amit ilyenkor meg szoktak kapni a focisták, de nagyon-nagyon gratulálunk, nagyon szépen köszönjük, hogy elindultatok ezen a mostani megmérettetésen, és a vándorserleg is el fog hozzátok jutni, ugye? Köszönöm szépen. Már náluk van, akkor a legjobb helyen van. És nagyon szeretném megköszönni a segítőket, akik nélkül ez a mostani mérkőzés sorozat nem jöhetett volna össze. Én szeretném megköszönni a két játékvezetőnek, Illés Lászlónak és Pernes Imrének azt, hogy segítettek megszervezni ezt a mostani eseményt. Marika nénivel együtt kérjük, hogy jöjjenek ide, köszönjük szépen, hogy itt voltak. Béla? Zuhanyoznak. Bélám átveszi helyettük a... Másikat is, még két puszíják. És természetesen nagyon szépen köszönjük Amar Lászlónak azt, hogy segített létrehozni ezt a kis eseményt. Ő itt van, hál' Istennek, ő már lezuhanyozott, úgyhogy... Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Reméljük, hogy jövőre is lesz emléktorna. És nagyon-nagyon szépen köszönjük Marika néninek, hogy eljött és fogadjon el tőlünk egy kis emléket. A 10. kecske körömünnep emlékére köszönjük szépen.
Péter, itt jár Földön, ide akartak jönni Tihanyba a Kecske Fesztiválra. Erősen keresték az utat, de sehogy se találták. Nagy meleg volt, még ettél is sokkal nagyobb meleg. Ától mennek, hogy volt egy fal, amely ilyen volt a legényke, mint itten ez a kis fal, mert a gyerek. Ott került a fal. Kérdezi tőle a Szent Péter, merre viszen az út Tihanyba? A Kecske Fesztiválra szeretnénk menni. Hát az a legényke nem ilyen kedves volt, hanem tényleg aludt. És nem csak aludt, lusta is volt. Olyan restó, hogy meg se szólalt, rúgjál így egyet a lábadra. Így nyugodt egyet a lábába, pont mint ez a legényke. Hát tudták is, nem is szerencsére, volt ott egy ilyen szép barna hajú leányos, mint itten ez a kis barna. Csak a haja volt egy szobba kötve. Ott mosott egy teknőbe, azt is kérdezi a Szent Péter. Merre viszem az út Tihanyba a Kecske Fesztiválra? De az a kis leány igen ilyen mosolygós volt. S nem csak mosolygós, szorgalmas is. Szépen azt mondta, hogy arra menjenek aztán, hogy forduljanak el. Letette a mosás, elmagyarázta az utat. Még a kútból is vizet húzott nekik, ami erősen jól esett. Én is olyan szomjas vagyok, mert én is messziről jöttem. Nagyon jól esett Szent Péternek, s az úrnak is. Hát aztán az a leány és a szépen, ahogy megmutattam, mennek tovább. Azt mondja Szent Péter az Úristennek. Hát Uram Isten, ám hogy lehet az, hogy az a legényes, ami ilyen forma volt, mint ez a kisfiú? Ugyan olyan lusta, stress! Az a János, meg olyan szép, szorgalmas. Hadd el, Péter! Ezek ráadásul egy pár lesznek. Ahogy lehetnének egy pár, amikor az egyik lusta, a másik meg szorgalmas? Hát éppen azért. Hát ha mind a kettő szorgalmas volna. Olyan nagyra vertődnének, hogy még az Uram is elfelejtenék kicsérni. Ha meg mind a kettő szorgalmas volna, akkor még a tetű is megenné őket. Hát ezért van az elkecskény, hogy minden családban van olyan, aki szorgalmas. Nagyon csak fel a kezit, ott is lássam az asztalnál, ki az, aki szorgalmas. Gyerekek, ti is, ki a szorgalmas? Nagyon jó. Most pedig nyújtsák fel a kezüket az őszinték, akarom mondani a lusáskának. Ki az, aki na olyan is akad azért, aki őszinte, jól van életeim. Hát sok minden érdekes dolog történt a mi falunkban, gondolom nálatok is látom, ott az a szép templom. Na nyújtsa csak fel a kezét, aki szokott templomba járni. Na vannak itt a felnőttek rendesek, jóval letehetitek a kezeteket. Felnőttek között van olyan, aki szokott gyónni? Van, ugye milyen jó az, ha az embernek van egy kis meggyónni valója. Hát ott vagyok a múltkor, s hallom, hogy egy lányfajtársam jóna kapnak. Az, hogy összeszerelmesült egy legénnyel. Hát lányok, asszonyok, magukban is előfordult már, hogy összeszerelmesültek valakire, igaz? Hát a lányok a legénnyel, legények a lányjal, én még ilyen maradi vagyok, már azt mondják, most már vannak újfajta módik, de én már annál maradék, tehát lányok legyenek szerelmesek a legényekben, és a legények meg a leányosságban. Na és most lássam csak, hol hassanak azok, akikkel már előfordult, hogy összeszerelmesültek akivel, és az nem éppen a férjük vagy a feleségük volt. Na hát itt nagyon rendes képek vannak, senki nem bólogatott, hát a gyerekeket sem végezik, nem kérdezhetem. De hát húzzuk mesét ígértem, szóval ez a leányos csak volt. Elmondta, hogy összeszerelmesedott azzal a legénynek. Először is csak a szemére pillogott, aztán átfogta a derekát, hát a végig oda kerültek a diványra. Azt mondja, apapát, édes lány, mikor ott volt azok a diványon, nem tudtátok, hogy bűn az, amit csináltok? Hiszen tudtuk még azt, hogy bűn, de a vétek lett volna abba hagyni. No hát ez a különbség a bűn meg a vétek között. Ám pedig ilyen szép időben, amikor még hajókázni is lehet ezen a szép vizen, nagy vétek volna, valami szépet nem énekelnénk, s hát ha kapnánk hozzá valami szép zenét is, meghalljuk, mi van a gitárban, mi a következő dal. Ilyen nem éges te Guzsajosban, ilyen nem éges te Guzsajosban. Eltalálnám régi szeretővel, eltalálnám régi szeretővel. Elmesélném gumbas vállatimat, elmesélném gumbas vállatimat. Semmek hallá az ördög süllyed bába, semmek hallá az ördög süllyed bába.
Pies rúgá, apámnak s anyámnak, pies rúgá, apámnak s anyámnak. Ne üss, apám s édesanyám, ne üss, apám s édesanyám. Hát most kötik az én koszorúban, hát most kötik az én koszorúban. Átboldogból fehér milliómból, átboldogból fehér milliómból. Hát bizony volt, akinek fehér milliómból volt, s volt, akinek nem milliómból. A mi hazunkban történt az is, hogy volt ott egy igen kolontos legény, úgy is hívták, Kolontos Falkó. No hát, nem arról volt híres, hogy olyan nagy a desze, de igen kedves legény volt, s hát azért a maga elszín azért eldolgoztatott. Hát a lányok először nem akarták választani, mert hát mind okosabbal, tuntutabbat szeretett volna, de történt egyszer, hogy egy olyan leány, akinek egy kicsit megvastagodott a feleka, mégiscsak hozzáment ehhez a Falkóhoz, s hát megtartották a lakzit, tám nem fehér milliómból volt a koszorú, de nagy csodára 3 hónapra megszületett a gyerekük. Hát örvendett is nagyon kisfiú volt, Falkónak is nevezték. Hát örvendett, szépen éltek, csak egy baj volt. A kocsmába ezt a Falkót a legények mind piszkálták. De Falkó, hát hogy lehet, hogy másnap 9 hónapra születik a gyerek? Tehetek meg már most hirtelen 3 hónap alatt meghalt. Hát egy ideig tűnte, türelmes legény volt, erős, de hát aztán csak már gondolta megbeszélni a feleségével, mert nem volt okos, de mindent az asszony a szépen megbeszélt. És mondta, jaj édes feleségem, hát ezek a kolond legények a kocsmában mindezt mondogatják nekem, hogy hát más gyerek 9 hónapra született, és a milyenkit 3-ra megvett, hát mit mondjak nekik, hogy van ez? Jaj édes Falkó, hát figyelj ide! Azzal az asszony fogott egy kukoricát, lemozsolt belőle 3 szemet, s letette az asztalra. Nézd csak, 1, 2, 3. Hát 3 hónapja vagyok a feleséged, igaz? Hát igaz, úgy van, na jó. Megint lemozsolt, 3-at, azt is adott egyszer. 1, 2, 3, hát így a 2-6. Ez is azt mutatja, hogy 3 hónapja volt a lakodalmunk is, ugye? Hát ugye, az is, igen, na jó. Megint lemozsolt mellé, 4-3-at, csak 6-dik után hozzátette, 7-8-9. Hát 3 hónapja volt a nász éjszakánk is, ugye? Hát úgy, na most számolj meg életem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Megölelte a feleségét, mondhattak már neki a kocsmában, amit akartak. De szépen is érte, a legény türelmes volt, csak akkor is kedves volt hozzá. Még ma is érnek, ha meg nem haltak. Pálinka van benne? A pálinkától csak élek, meghúznám, mert messziről jöttem. Köszönöm szépen. Ne is mondjon. Jó. Elnézést, viszom egy korpót, aztán már is folytatom. Jóféle kihagy csak, ugye? Ez úgy van. Érződik rajta, ugye? Kis csapulás. Csak hal ne legyen benne. Na, köszönjük szépen, ez már jó esett. Mondjuk egy korpót is megittam volna, de azt nem hozottam volna alatt, tehát nem is értem. Na szóval, hol tartottam? Ott tartottam, nagyon köszönjük a vizet. Hát Szent Péter is kapott attól a leányoskától, aki erre a kislányra hasonlított. Ott tartottam, ugye? Hogy erősen félt a pap. Hát most mi lesz itt, kérem? Hát hogy találja ki azt, amit a király gondol? De ugye, ahogy mondtam, a király azt mondta, vagyis ezt még nem mondtam, most halljátok először. Adok neked 30 napot, s az alatt talált ki, utána gyere vissza, s megfelelt rá. Na jó, van mégis egy kicsit örvendett, hogy kapott egy kis haladékot, ment haza. Hát otthon erősen húsult. Hát még a miséri szóval mondta a mondókáját. Gondolkodott, törte a fejét, fogta a fejét, kucsálódott, minden baja volt. Hát hogy válaszoljon ő a királynak? Na volt neki egy kántora. Az egy igen borívó ember volt, na ha szépen nem is énekelt, de így szerette a bort. Na Isten értes a hangat. Így volt, mindig beült a kocsmába, már szólni se kellett, neki csak hozták. Na. De jó, még fűvös is, köszönöm szépen, Isten áldja. Hát szóval így idogált a kántos, énekelt, közben énekelte, hogy jó bor, jó egészség, szép asszony feleség, szép asszonynak jónak, jó járásul.
Róna Kármen öregedni, gondját kell viselni. Nos, a gondunkat viseli, fiatalok maradunk. Na Isten, Isten! Szóval, addig-addig énekelt ez a kántos idug által jóféle bort, azt mondta a papnak, egyet se búsuljon! Hát majd én elmegyek, s megfelelek a királynak. Jaj, nagy kő esett el a szívére, s megörvendett. Letelt a 30 nap. Hát a kántor fölvette a papnak egy égerű kunyáját, s ment föl a királyhoz. Hát ott már annyi idő alatt a király annyi embert látott, hogy nem emlékezett az arcára, csak így jelentették, hogy itt vannak cinkotárok. És a kántor is szépen meghajtotta magát, hogy felséges királyom, életem, halálom, kezedre ajánlom. És hát a király föltette az első kérdést. Hol kell föl a nap? Na ki tudja? Tessék? Keleten azt mondják. Na de a kántor nem ezt mondta. Azt mondta, felségednek Visegrádon, nekem meg cinkotár. Jó válasz volt? Jó volt? Jó volt. Na hát a királynak is tetszett, jó van, ez meg volt. Hát ezzel még gondoltam a király, de nem lesz baj. A második kérdés, mennyit ér a király? Erre azt mondta a kántor. A Krisztus urunkat 30 ezüst pénzen adták el, a király is megér 29-et. Na mit gondoltok, jó válasz volt-e? Jó volt? Hát tetszett a királynak, erős kihúzta magát, hát Krisztus urunkhoz hasonlították, hát ez már csak jó válasz volt, ma ez eddig. És különben is gondolta a király, hogy a harmadikra már úgyse tudja a választ. Na azt mondja, mit gondol a király? Hát felséged azt gondolja, hogy a cinkotai papál felséged előtt, pedig csak a legkisebb szolgálja, a kántor. Jaj, ott nevetett a király is, mint itt a csíkos polós úr, kacagolt, azt mondta, én azt a több pénzt nem is a papnak adnám, hanem inkább neked, jó ez? Nem ezt mondta a kántor, azt mondta, hogy Isten ments, hivatalt meg! Na jó van, akkor a pénz menjen a kaphoz, de csak kívánj valamit, mit szeretnél, ha megkérdezzék, hogy mit szeretnél? Na, a kántor nem gondolkodott ilyen sokáig. Az már csak arra gondolt, hogy cinkotán nem literben érték a bor, hanem icére. És azt mondta felség, hát ha lehetne. Cinkotán legyen két akkora az icce. Mi gondoltok, megadta el a király? Megadta bizony, attól kezdve cinkotán. Kétszer akkora az ice, csak egy a bar. Az ára is két annyi. Itt a vége. Puss el vélet. Falunkba is szájról szájra száll egy mese egy legényről, aki nagyon kukari volt. Nagyon a fogához verte a karast. Ti ismertek ilyen legényt? Aki csak ül a pénzért, s nem vesz belőle még egy kod bolt se. Nem tölti a lányokra. Hanem csak tartogatja. Na, a mi falunkban volt egy ilyen legény. Hát, sokáig öreg legény is volt. Már éves szülei szomorkodtak, hogy lesz nekik unokájuk, hogyha ez a legény már így el van aztán. Hát nem lesznek unoka. Na de volt egy lány a falunkban, akinek erősen tetszett a legény, s ment a nagyanyának. Jaj, mamókám, hát mit csináljak, hogy ez a legény? Mégiscsak elvén engem feleségül, mert azért nem házasodott meg. Mert attól férkez az asszony kieszi a vagyonából, s inkább magában van a öregnek. No, hogy volt, hogy nem? Nagyanya kiokosította. Történt, hogy egyszer aztán reggel szépen kiült fölöltözve, haját pántikázta, és ottan ült a padon, hát akkor ugye régen kis pad volt minden ház előtt, úgy ült ez ilyen formán, és ott ült, mert tudta, hogy a legény, a módos legény volt, mert a pénzt nem költötte, szépen jött a szekéren, két lóval sült fönn, és a leány kint a pántikázva a padon. Hát ahogy jött a legény messziről, látta, hogy hát nincs is vasárnap, s már ez a lány ott ült, hogy a hő megállította a lovakat, azt mondja, te júlcsa! Hát miért vagy te így fölpántikázva, s Isten űz? Még valami lövést is hallott, de nem törődött vele, mert csak a lányt nézte. Itt ülsz, hát miért üldögészte itt? Jaj, azt mondja, hát én csak itt ülök, szívom be ezt a jó levegőt, és aztán jól lakom, még egy reggelizem.
róla, legény tovább menne, mint gondoszkáltak. Hát, hogy ez a lány a levegővel megvan, és ezzel reggelezik, és egész nap ez járt a fejébe. Hát addig aztán esze megint arra ment. Na, mit gondoltok, ott volt-e a lányok adon? Ott bizony szépen felöltözve, felpámpikázva, megint jön a legény. Ő! Megálltak aztán a lovakat, hogy te jó csáma, megint miért ülsz itt a padon? Hát én csak vacsorálok. Szívom be a levegőt! Szívom be a levegőt, jól lakom néve. Ennyi, teremtette. Egyszer, kétszer még arra ment a legény, mert ő a lány takaros is volt. Meg aztán a fejével a legénynek úgy állt össze, hogy már most akkor ennek az asszonynak nem kell egyenesre, mert tudja a legyonától. Szólt a szüleinek, hogy meg lehet a lány kérni, meg lehet a lakni. Hát így is volt, meg volt a lakodalom, táncoltak, mulattak, hát aztán a fiatalok elmentek oda, ahova ilyenkor szoktak, itt a gyerekek miatt nem részletezem, volt mindenkinek, hogy a, már a felnőtteknek, akinek volt, volt esküvője, volt nászészakája, és kinek, ha nem volt, mégis csak találkozott valami szökét szobában, egy lány egy fiúval, egy fiú egy lányjal jó esetben, hát itt is a két fiatal, a fukari legény és a nyúlcsa szépen megvoltak, és hát aztán rájuk reggeledett. Hát akkor aztán reggel, Nurcsa ügyesen fordult ki a konyhába, tévült, fordult, ütte fel a tojásokat, sütötte, rántottál. Szóval a legény már érezte a finom illatokat, a szalonát pirított alá, hogy kell, hogy rátette a hagymás mámin, örvendett a legény, hogy na, hát jó volt az éjszaka is, ami volt, most még ráadásul a reggelig. Hát akkor szépen megy, s látja, hogy az asszonyuk a kirak egy tányért, mellé tesz még egy. Kirak egy villát, és még egy villát a másik tányér mellé is. Hát az ugye, juliskát, ha nem találta a szót, csak nézett a szemüvet, azt mondja, a minek a másik tányér? Jaj, lelkem, hát nem tudom, hogy mi történt. Kiálltam az ajtó elé, szintam be a levegőt. Szívtam be a levegőt, de nem laktam vele jól, meg keresztül ment rajtam. Az éjszaka csinálhatott valamit, így aztán kénytelen vagyok én is enni. No, hogy mit csinált, mit nem, de a legény olyan jól érezte magát, hogy az se bánta, hogy a két tányér van az asztalon. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége, úgy semmire. Legyen nektek is reggelire, vacsárára, finom ebédetek, és amit még kaptok hozzá. Hallod-e te, szeidecske, lány vagy így, vagy menyecske? Hallod-e te, szeidecske, lány vagy így, vagy menyecske? Nem vagyok én, szeidecske, sem leány, sem menyecske, hanem kerti virág vagyok, a karmatét majd meghalok. Virág vagy a kertben, én meg leszek harmad benned. Ha te virág vagy a kertben, én meg leszek harmad benned. Este a virágra szállod, hajnali rajt a maszkálod. Ebben az évben is bronz, ezüst és arany fokozatokat osztottunk ki a zsűri segítségével, és én most átadnám Németh Krisztinának a mikrofont, hogy egy pár szóban értékelje az idén elkészült mesterműveket. Tényleg csak pár szóban, nagyon sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, illetve a Veszprém Megyei Gasztronómiai Egyesület nevében. Elmondhatom, hogy mindig nagy öröm számomra, amikor ilyen kis baráti és helyi lakosokból, illetve meghívott vendégekből álló csapatok versenyeznek egymással, hiszen itt nem a főzés, ami az első számú örömforrás, hanem az együttlét. És amellett, hogy még finom ételek is készülnek, ez már csak hab a tortán. De a mai napon is elég nehéz dolga volt a zsűrinek. A 22 induló csapatot, mire végig kóstolgattuk, elmondhatom, hogy jól is laktunk. Minden évben
Azt is elmondhatom, hogy minden évben, akik itt indulnak, úgy tűnik, hogy tanulnak az előző évi tapasztalatokból, mert minden évben finomabbnál finomabb ételek készülnek, és mindig finomabbak. És én azt hiszem, hogy nagyon nem is szeretném a szót szaporítani, mert gondolom már nagyon izgulnak, hogy ki lett a mai verseny győztese. És akkor most vissza is adnám Évának a szót, hogy kezdje meg az eredményhirdetést. Köszönöm szépen, Krisztina, és tényleg még egy nagy tapsot a zsűrinek, hiszen kemény munkát végeztek, és köszönjük szépen még egyszer nekik. És akkor tényleg nem szaporítanám én se tovább a szót, egy kis segítséget kérnék, hiszen az oklevelekkel kezdenénk. Bronz minősítést kapott idén a 10. Kecskekörömön ünnepen Sás és barátja. Bravo! Ha-ho! Ez jó, ez jó. Neked is jó. Szintén bronz minősítést kapott a Handmade Art csapata. Károlyom. A legjobb! Bronz minősítést kapott ebben az évben a Pásztor családnak mind a két csapata. Gyuri bácsék nincsenek? Gyuri bácsi nincs. Nincs? Akkor félretesszük. Lepihen. Bronz minősítést kapott ebben az évben a Bakonyi Betyárok csapata. Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük. És szintén bronz minősítést kapott a Hagyaték Lovas Egyesület. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttök hozzánk, mindig érdekes színfoltjai vagytok ennek a rendezvénynek. Bonda! És következnek már az ezüst minősítések, itt egy kis segítségre van még szükségünk. Ezüst minősítést kapott Boldis Árés csapata. Én! Boldis Ár! Boldis Ár! Hol a ruhás? Igen. Túl nagy volt rá, hogy figyeltem. Nagyon jól mutattok így, csak még egy dicséret megillett titeket. Ezüst fokozatot kapott ebben az évben a Szőlősi Küvé csapata. Külön díjat! Önök azt, hogy külön díjat kérünk! Figyelj csak, ezt majd megbeszéljük odafent a főtéren, jó? Külön díjat, figyelj, mindent nem lehet. Szintén ezüst minősítést kapott kapitány és csapata. Én! Györfi úr, jöjjön már ide! Kapitány és csapata. Ezüst minősítést kapott Berci bácsi és csapata. Ezüst minősítést kapott a Tihanyi Bogrács Klub csapata. Igen! És ezüst fokozatot ért el a Miske Gránit csapata. És menjél akkor oda előtt. És a következő nagyon kedves tisztem az, hogy bemutassam azt a hölgyet, akinek általában a Tihanyi Kecskeköröm ünnepen és a Garda Fesztiválon elkészült díjakat köszönhetjük. Pécsi Kriszti keramikus itt van most velünk, és átadja is a díjakat. Nagyon szépen köszönjük neki, hiszen... Ez is minőség. Túl hangosak vagytok most már.
Tudom. Hiszen minden évben igen sokat töri a fejét azon, hogy minél különlegesebb díjakat készíthessen, úgyhogy nagyon szépen köszönjük neki még egyszer. Arany fokozatot ért el a Kossuth Betyárok csapata. Köszönjük szépen! Aranyfokozatot kapott ebben az évben is a 15 éves Tihanyi asszonykórus. Holnap majd elénekeljük nektek a boldog szülinapot. Nótát! Egy kis ajándék Krisztinától és egy oklevél. Oklevélt aranyminősítést kapott ebben az évben is a Rókakerti Tündérek csapata. Aranyfokozatot ért el az igen érdekes nevű Nincs itthon az IMI csapata. Hát ha megtudja! Polgármester úrnak ezúton is üzenjük, hogy a csapat helyt állt. Arany minősítést kapott a Balogh testvérek csapata. Balogh testvérek. Igen. Azt is nevezem el. Te návai vagy, te férhülye. Nem férhülye, több férhülye. Jaj, van egy ember. Balogh testvérek. Neked mi között hozzájuk? Fekszenek sokkal. Én hitta őket. Kik azok a Balogh testvérek? Jövőre veletek csendjátékot játszunk. Vagy valami. És szintén aranyfokozatot kapott a Fiatal Legények csapata. Bravo! Ezek fiatal legények? Hát ők mondták, nem én tanáltam ki. Akkor én is az vagyok. Én is csodálkoztam. A legények oda hangsúlyom a fiatalunk. És akkor következzenek a díjak. Külön díjas lett az idén a 10. Kecskeköröm ünnepen Borissa és csapata. Mert a keszegnek is tök jó neve van. Nem akarom, hogy itt ráöntögesd a díjakra. Alul fog meg, alját fog meg. Családban marad, figyelj! Aranyfokozatot kapott és harmadik helyezett lett a Kiserdő csapata. Krisztián, na itt vagytok, jó van. Hajrá Tihany. Ja, hajrá Tihany, tényleg kérnék egy nagy hajrá Tihany, mert most játszunk Magyar Polánnyal, úgyhogy mindenki, aki tud, szurkoljon nekik. És köszönjük! Aranyfokozatot ért el, és második helyezett lett a Konok-Kunok csapata. Polgármester úr, ezért megérte már eljönni Tihanyba fogadni. Bravo!
És akkor a tizedik jubileumi Kecskeköröm ünnepen első helyezést ért el és aranyfokozatot kapott Kopasz és csapata. Nagyon finom volt a csülök. Na, el kell, hogy mondjam, tényleg finom volt. Bravo! Úgy tudom, hogy ritkán szokott ilyen történni. Ennyi kulisszatitkot elárulhatok, Kriszti, hogy 20-ból 20 pontot kapott a csülök? Igen, ez a csülök az valóban nagyon finomra sikeredett, tényleg 20-ból 20 pontot kaptunk neki. Thank you.
táncházzal folytatódik, mindenkit várnak a táncosok szeretettel, kenézés, csönge, piciket, nagyokat, felnőtteknek, szülőknek, mondom, csak saját tapasztalat alapján gyakorló szülőként nem nagyon lehet elvárni a gyerektől, hogy beálljon, ha mi nem állunk ott mellette, úgyhogy a legjobb az, hogyha szülők és gyerekek együtt állnak be. Ott, ahol ők táncolnak, bár nem látszik, de az egy árnyékos rész itt középen, ott nincs igazán meleg, ők se izzadtak meg, ők se fáradtak el, kifejezetten pihentető, nyugodt táncok lesznek. Let's go.
Yeah.